Látod? Ezt látod? Is mondd meg, kérlek. Minek? Letérdelek, akkor megmondod. Látod? Ha le. Igen? Akkor megmondod? Ha le, akkor meg. Letérd. Kérlek. Ha meg, akkor le. Kérlek, munkatársnőm. Na, maradj is így. És most nem mondtam. Most nem tudod megmondani, tud, olyat kapsz, fészket raksz. Hát most megmondom. Úristen, én most jövök rá, hogy te is falusi származású vagy. Csak az egész eddigi Amerika dumád meg bulpe, fingod nincs, hogy mi van. Hát ne látom rajtad. Jézus Mária. Na. Jézusom. Nem, ez rossz. Te honnan, mi? Nézd ide. Állod kertből, vagy mi? Visszateker. Atya úristen, nézd ezzel szüremkeccelő, hogy nem tud meg, és letérdeltetsz te. De ebből jön. Hagyj engem ezzel békén, nem érdekel, kész. Tudod, mit kell ezzel csinálni? Lenyomni, és elfordítani, fogadjunk se. Gyerekzáras, na, tessék. Gyerekzáras, az édesanyjuk a gyerekzáras. Mi, hogy nem? Tök jó. Megolvasztottam a vajat. Beleteszem ezt a cuccot, ez most hihetetlen. Jaj, végre oda néz, úgy jön, mint a távirat. Koncentrál rá, hogy mit csinálj, mert ilyet még nem lehet. Hát kezdek, lassú émelygő hány ingerem kezd lenni. Azért belemel. Ez kemény. Ez kemény. Én. És te tényleg abban az országban akarsz majd élni, ahol ezt teszik? Hát az édességeket nézzük. Birka nemzet. Nem érdekel, mindenki kövér, én szeretem a kövér emberek. Veled is csak azért vagyok jóban, mert kövér vagy. Na most mutasd meg te is akkor a leggömbölyűbb testrészedet, tessék! Jaj, ne! Na! Jaj, ne, hát ha már ilyen az adás. Ja, hogy semmi, csak a szád nagy. A ja, leggömbölyűbb testrészem. Értek mindent. A szemgolyódra gondoltam, egy szuper közeli. Szerencsétlen. Most belerakjam a pattogat a kukoricát? Mi? Nem, ezt kell rántani a popcornra. Jó, jó, hát jó. Ez nem mindig, Jézus, nem úristen. Minden. Úristen, halál, hol a fullánkod? Itt szoktam elalakadni a receptekbe. Ez annyira gusztustalan, tényleg. A te neked a reciproka. Te egy szép, kifejezetten helyes, kedves lány vagy. Miért csinálsz ilyeneket, de tényleg? Kifejezetten helyes és kedves, kedves és komolyan mondod? Hát nem, hazudtam, úgyhogy végül is meg... Ezért hogy ezt mondjad, igen, ugye? Igen, fizetnek rengeteget, tehát hogy nagyon, nagyon értem, hogy miért csinálsz ilyen édességeket. Várjál, lehet, hogy elég, mert hogy tudod... Ja, hogy elég, elég. Tudod, hogy elrontottuk ja, egy hogy kicsit, tehát csinálj hogy... már úgy, mintha beletetted volna az összeset, és nincs itt. A varkromba is pakoljak közben? Igen, de azt most, szóval az összeset belerakta, csak nem úgy látsz. Szúrjak bele még? Vagy elég? Fúj, de ezt látod? Még egy picit kell, nem? Látod, hogy itt nézd már. Nem kell bele, nem túl sok. Nem túl sok? Nagyon jó kukorica. Ilyen Amerika szerintem. Szerinted, Kozi? Nem? Ilyen Amerika. Igen. Fokáig. Nem? Húszám, megeszem, meg ráiszom azt a szarcukrára, jó? Meg összerázom. Fúj, de ezt így látod? Hülyének nézek Közép-Kelet-Európát. Ezt hihetetlen. Lesz ebből valami, vagy nem lesz? Kirakom egy másik edénybe. Megmostam a kezemet. Kétszer. Édesapám. Engem pofoz az élet. Téged? Ha látnám. Konyharuha. Látod, milyen szép konyharuhát hoztam? De jó, nagyon szép étel ez. Nagyon-nagyon, igen. Ugye milyen gusztusos? Igen. Mondd csak el, hogy ízléses ételeket készítünk. Jaj, de szép ízléses ételeket készítesz ma is, Ágnes. A visszateker. Zsuzsi, Andrzej. De szép kedv... Mi? Miért? Miért? Gozi. Nem érdekel. Mit mondasz? Mondasz, de szép kedves gusztusos ételeket készítesz ma. Gozi. Vajas kéz, fúj! Na, adném akkor. Adjak egy tányért, ja, arra fogod? Hogy ne kell vajas kezet csinálni? Ne adjak inkább egy sötétebb tányért, hogy esztétikailag de, is megjelen. De, igen, addig összevajazom a... Szerinted van fúj. Nekünk sötét tányérunk, Ágnes? Fúj! Nincs. Elárulom, hogy nincs. Ezt azonnal vedd le a kezemről? Adáson kívül. Jö, engem hagyják ki a sütem. Ez a te hajad. A fenét.
Hanem nekinek mi? A haja ez? Hát ez na, a tiéd. Kié? Hát ez egy szőke haj, ne haragudj. Na és nekem milyen a fejed? Az enyém. Hát az, én olyan acélbarna vagyok, mint egy vómai. Hát nem. Hát vómai. Nem. Vómaiak. Te hajad. De nem volt a hajad. Rám fogtad egy albínó szőke hajszára, hogy az enyém. És itt vagy egy albínó szőke sörénnyel. Ezt jegyezd meg ezt a pillanatot, mert ilyen többet nem lesz. Igen, milyen? Hogy? Nem beszélsz többet hülyeséget. Hogy vaj van a kezem. Ja, hogy vaj van a kezeden. És még hol? Fúj, na, mondjad a receptedet tényleg, semmi. Hát emberek állnak kész itt is marshmallows popiból, és golycsikat formálok. Ezt átadhatom az enyészetnek? Ezt? Szerintem kinyalogathatod, ha van hozzá. Hát nagy kedvem van hozzá, igen. Kettő lehetőségem volt, vagy ide jövök főzni veled, vagy vagont megyek rakodni. Most kezdem megbánni. Na mindegy, ez végül is a pirvát szél rám. És a húsgombot leves húsából gömböket formázok, kérlek szépen. Csak nem. De. Ez egy gömb alakúna. Én ebbe már raktam sót? Nem, mondjuk, hogy nem, úgyhogy még. Akkor most rakok. Só. Meglehetős só. Fél evőkanálnál is majdnem, hogy több. És gubacsokat formázok. Kábban beszéljél, légy szíves. Kábban, persze. Te is gubacsozol? Annak örüljél, hogy nem hívtam föl tényleg muterodat. Anyám. Nyírségi gombócleves gombócai. Gasztro mindenit. Gasztro mindenit, azt mondtad? Igen. Kész. Pedig majdnem úgy néz ki, mintha most kezdenéd így állapotra. Emeld föl, kérlek. Mutasd meg a világnak. Nagyon jól néz ki, tényleg. Jól néz ki. És beleraknám most az egész fejedet, és rád ragadna minden. Nem kóstolod meg? Nem beszélek veled, értsd már meg. Civilbe. Azt nem kóstolom meg. Ist, tudod mikor? Na. Kóstoltasd meg valami amerikaival. Valaki nem kóstolja meg, Laura? Nem, hogy most kóstolom, hanem látod. Tudod milyen? Mint ahogy kinéz. Nem. Rossz? Nem rossz. Csak nem jó. Egy kap káposzta. Jó, így? Így kell kimenni. Egy amerikai kap káposzta. Sét, sóty, all right. Ilyeneket mondjak közben? De mert ebben nincs elég cukor. Ezzel a... Nem kell bele cukor, a végén kell bele cukor! Hát mi vagy te? Zsüli! Tényleg ezzel a bicskával fogom kifaragni? Nem leruglak. Nem figyelj, megmondom, mi lesz. Vagy nyírségi betyárleves lesz ebből, vagy faragok valami busulójumász. Ezzel a pengével. Megpucoljuk a izét. Az új késeddel. Az új késemmel. Normális emberekhez pucolót használ. A lépát. És a lépát nagyon vékony szeletekre vágom. Hogy megtudjon. Én ezt közelről figyelem. És nem akarod inkább összevágni ilyen picikre? Nem, én most túró gombócot. Kérlek, de azt én megoldom a gombócot. Gyere, vágd össze ezt ilyen, de vékonyra. De akkor látszódni fog a körmöm. Nem baj, szép a körmöd. Te is szép vagy, meg a körmöd is. Mind olyan szépek vagyunk. Vizes kézzel túróból gömböket formálok. Nagyon vékonyra. Egy órát állt a túrós cumesz. Ígyni. Leülhetek a fenekemre? Nem, összevághatod azt a répát. Hát szerinted? Kész vagy? Hát nem. Komolyan? Hát nem. Akkor az összevágott zöldségeket belekormányozzuk a levesbe. Lépa. Én csinálok egy sinészt. Kell káp. Annyira unalmas vagy.